készül egy klip, ami elsősorban a Lavoce Vita koncert után május 10-i koncertre készül. A klipnek van egy plusz üzenete, hogy hirdesse a Cirkusz a varázslatos világát, és hogy ezt a műfajt mi is hirdessük, hogy szeressék és jöjjenek cirkuszt nézni, és jöjjenek nézni mindent, kettőket, és a BD-zet. Mert a Budafoktok Tány zenekar Hollerunga ma tényleg a legjobb crossover zenekar is, mint ahogy klasszikus zenében is kívánok. A szélben a tenger íz. Megdöm meg ezt a lábam, mert hogy nem ért a földre. És akkor ott a levegőben remegett a lábam egy picit. Azon a karikán csücsülve egy kicsit, hát nem is a lábam remegett egyébként, hanem a gyomrom. És aztán, szóval azért az nagyon izgalmas érzés, amikor az ember ott így fönt, úgy érzi magát, mint egy ilyen, nem tudom, egy ilyen angyal, aki rökköd, és hogy azonnal elmúlik ez a félelem, hogy hú, de milyen magasan vagyok, hanem egyszerűen csak így elkezdi ezt a nagyon furcsa érzést átengedni magának. És aztán, amikor meg énekelni kellett, ugye el kellett énekelni a feladatot, aztán azt így még szparkészen. Azért, mert neki van olyan hangja, meg személyisége, ami mellett nekem nem kell semmihez idomulnom, csak egyszer csak a zenéjéhez, a zeneiségéhez. Nincsenek korlátok ebben a dologban. Azért a Barcelona dalba is belemerünk fogni, mert ide kell egy szopráni megszólalás, és meg kell egy popos megszólalás is. És azt talán ezért nincsen ennek még egy feldolgozása a Freddy meg a Kabaén kívül. Hogy aztán ezt hogy fogadja majd a közvélemény, azt majd kiderült. Pedig amikor elkezdtünk együtt gondolkodni a Magyarországon a koncertnek a repertoárján, akkor rengeteg dalt először a kutárban, és én nagyon szerettek magyarul énekelni. Egyfolytában erőltetem ezt, mert tolomból zsárom át, hogy de legyenek magyar dalok, csináljuk magyar dalokat, és ugye A világzeneirodalmában és a pop műfajában is nehéz olyan dalokat találni, amik eredetileg nem duettek, és meg tudjuk csinálni, meg duettek, és nagyon jó duettek, nem elcsépelt duettek, és a magyar dalok között is hát ugyanez a nehéz helyzet van, és akkor kitaláltuk azt, hogy mi lenne akkor, hogyha megcsinálnak a Barcelona, egyébként sem nagyon találkoztunk mással, aki hozzányúlt volna ehhez a fantasztikus szerzeményhez, de hogy igazán akkor, én akkor szerettem volna ezt nagyon, hogyha születik egy nagyon jó magyar szöveg. És akkor Turci István nekem nagyon régóta jó barátom, és hát ő nem csak, tehát hogy nem szövegíró, elsősorban költő irodalmár, és egy világjáró ember, akinek tudtam azt, hogy ez egy nagyon nagy kihívás lesz, hogy és azt is tudom, hogy meg fogja oldani zseniálisan, hogy egy ilyen dalra, aminek azért mindenki tudja a történetét, a címét, egy városhoz köthető, azt mondom, hogyha ezt megoldja és erre ír egy jó magyar szöveget, ami magyarul is átjön, ami élvezhető, és valami fontosan akar közvetíteni, akkor csináljuk meg.